A csengeri örökösnőként elhíresült Szabolcsi asszony előkészítő tárgyalása egy hónappal ezelőtt. Az állítólagos 1300 milliárd forintos vagyon örökösét üzletszerű csalással vádolják. Ezen a tárgyaláson beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt több 10 millió forintot vett át egy cégtől. Nem 500 meg 1000 forint, hanem mint a tizenvalány alkalommal, teljesen rendszertelen nagyságrendű összegekbe, de összesen 68 millió 200 ezer forint a mája számlájára. Az esetről a nő ügyvédje beszélt, Juhász Péter politikai aktivistának. Az ügyvéd szerint Védence azt vallotta, ez a pénz nem az övé volt. De a múltkori tárgyáson egyértelműen azt mondta, hogy ebből a pénzből semmi nem maradt nálam. Ez egy alkotmányos pénz volt, és ment tovább. Hol a sofőr jött érte, hol a címzett, és elvitte a logét. A címzet pedig Kósa Lajos volt, ezt már Csárdi Antal lmp országgyűlési képviselő mondta az ügy nyomozati anyagaira hivatkozva. A nyilvánosságra is hozott dokumentum szerint a letartóztatásban lévő nő egy levélben azt írta, idézem, Kósa Lajos megkérte őt, hogy egy uniós projekt kapcsán járó pénzösszeget utalhassanak a számlájára, mert Kósa Lajos a pozíciója miatt nem kérheti a saját számlájára. Elmondása szerint Kósa Lajos megkérte őt, hogy a könyvelés miatt írja alá, hogy ez az összeg kölcsön és hivatkozzon az örökségére. Kósa Lajos és sofőrje felváltva mentek a pénzt átvenni több részletben. És ez már önmagában egy nagyon durva hír, de ennél sokkal-sokkal durvább, hogy erről a tényről, erről a pénzmozgásról tudott a magyar nyomozóhatóság, az ügyészség, és ennek ellenére nem hajlandó kihallgatni Kósa Lajost a kérdéses ügyben. Csárdi Antal ezért az ügyészséghez fordult, hogy megtudja, miért nem hallgatták ki Kósa Lajost, és folyik-e bármilyen eljárás ennek a 68 millió forintnak a sorsával kapcsolatban. Kósa Lajost ma hiába kerestük, ahogy korábban úgy ma sem reagált a csengeri örökös nő állításaira. Nem kívánom a bíróságot semmilyen módon befolyásolni nyilatkozatokkal. Kerestük az ügyészséget is, de adásunkig semmilyen választ nem kaptunk. A Fidesz sajtóosztálya nem sokkal ezelőtt elküldte Kósa Lajos közleményét híradónknak. Ebben a politikus azt írta, a semmiféle jogcímen semmilyen összeget soha nem fogadott el, sem a bíróság előtt álló személytől, sem mástól, és minden egyéb állítás alaptalan.